47. Zsoltár szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, énekeljetek királyunknak, énekeljetek. Mert az egész föld királya az Isten, énekeljetek bölcsességgel. Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül az ő szentségének trónján. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mint hallhattuk délelőtt a prédikációban, és láthattuk délelőtt ebben a nagyszerű filmben, amelyet néztünk, ugye a generál konferenciának a jelmondata és az ajánlása erre az évre, ugye minden tag bevonása a szolgálatba. Én úgy gondolom, és úgy látom, és úgy érzem, és ez a tapasztalat, hogy ebben a zenei osztály az egyik élenjáró, legalábbis itt a Magyar Unióban, ugyanis az elmúlt néhány kórus találkozón így ezzel is azzal a problémával küzdünk, hogy nincs az országnak olyan terme, illetve olyan kápolnája, ahova beférnénk. Olyan nagy érdeklődést van a kórus találkozók iránt. Így volt ez néhány héttel ezelőtt Nemesvámoson is. Elmúlt héten Orosházán csak azért fértünk be, mert technikai okok miatt két kórus nem tudott eljönni és szolgálni, különböző nehézségek miatt. És úgy látom, hogy így van ez ma is, mert elég sokan vannak még kint. Ez a mai délutáni alkalom is, és a mai alkalom is az eddigi tapasztalataim alapján egy soha nem tapasztalt érdeklődést mutat, és 8 kórus jelentkezett erre a mai szolgálatra. Thank you.
Yeah.
A küzdő téren is
Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 34. Zsoltárból szeretnék egy igét olvasni. 34. Zsoltár 9. verse így hangzik. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Hadd tegyek fel egy kérdést. Szerintetek jó az Úr? Igen, többen bólogatnak, mondják is többen a választ, hogy igen, jó az Úr. Én azt hiszem, hogy nagyon nem is lehetett más választ várni, hiszen egy keresztény gyülekezetben, egy adventista gyülekezetben elhangzik egy ilyen kérdést, hogy jó-e az Úr? Hát természetesen az a válasz, hogy jó, hiszen mit is jelent tulajdonképpen az a szó, hogy jó? Hát mi a jó, meg mi a rossz? Hogy lehet eldönteni egy ilyen kérdést, hogy valami történt az életünkben, az jó vagy rossz? Valamilyen döntést meg kell hozni az életünkben, az jó vagy rossz? Egyáltalán valamit megszabad-e, felmerül egy kérdés, megszabad-e csinálni, vagy nem szabad megcsinálni, az jó vagy rossz? Mitől függ az, hogy valami jó vagy rossz? Ugye a keresztény ember értékrendje, az pont azon alapszik, hogy azt mondja, hogy jó az Úr, és amit maga az Úr jónak tart, az jó, és amit az Úr nem tart jónak, az nem jó. Tehát az Úr alapvetően jó. Tehát ez az alaptanításunk. Talán olvashattunk volna valami olyan felhívást is, mint amit a 10 parancsolatban olvasunk, hogy Isten felsorol különböző dolgokat, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Lehetne egy ilyen parancsolat, hogy mondd mindig azt, hogy az Úr jó, és soha ne is gondolj valami mást, mert hát azért előfordul, hogy a nem hívő emberek időnként más gondolnak az Úrról, sőt, talán néha még a hívő embernek is eszébe jutnak ilyen gondolatok, amikor olyan nagyon mélyen van az élete, de hogy minthogyha ilyen parancsolatként ki lehetne azt adni, hogy te ne gondolj ilyet, mert hidd el, valld azt, jó az Úr. Nagyon érdekes, hogy a Zsoltárok könyvében, a 34. Zsoltárban nem egy ilyen felszólítást hallhatunk, hogy mit kell vallanunk, mit kell hinnünk, hogyan kell gondolkodnunk, hanem minthogyha egy ilyen tanácsot olvashatnánk, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Mi a különbség a kettő között? Mi a különbség, hogyha én kiadom parancsba, mondjuk beleteszem a 10 parancsolat sorai közé azt, hogy hinni és vallani kell, hogy az Úr jó, vagy pedig azt tanácsolom az embereknek, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Egy olyan dolog a különbség, ami a mai világban nagyon sokszor különbséget tesz az általános hétköznapi cselekedeteink között is, hogy valamit az ember megtehet úgy, hogy szoktuk mondani, hogy testben ott van, de lélekben valahol távol. Valahol megtesz valami dolgot, de valahol a szíve mélyéből nem sugárzik az, hogy az tényleg úgy jön belőle. Az elmúlt néhány évben, nem tudom, hogy hogyan történhetett ez, de valahogy nagyon sok olyan alkalom volt, hogy kórus találkozón, segélykoncerten kértek fel arra, hogy a kórusok szolgálatai közben egy ilyen rövid 10 perces prédikációt mondjak el. És ez valahogy sokszor előfordult, és így már csak ezért is többször voltam ilyen rendezvényen, és észrevettem magamon valamit. Mi a különbség a között, amikor úgy általában egy hétköznapi, vagy nem hétköznapi, egy szombati, átlag szombati alkalommal úgy énekelünk a gyülekezetben, én magam is. Itt vagyok egy kórus találkozón, és hallgatom a kórus éneklését. Én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor a gyülekezeti éneklés során úgy megszokásból éneklünk. Megmondják az ének számot. Úgy igazából valahol messze jár a gondolatunk, hogy olyan fáradt vagyok, meg azért jó, hogy most nem kell dolgozni ezen a napon. Ha olyan volt az óra vezető, hogy valami olyat mondott, hogy
énekeljük el az első, a harmadik és a hetedik verszakot, akkor automatikusan énekeljük az első, második és harmadik verszakot, mert hogy olyan megszokásból jönnek a dolgok. Ott vagyunk mi, és hogyha valaki megkérdezni, hogy jó itt együtt énekelni, akkor azonnal rávágnunk, persze jó, olyan jó itt együtt énekelni. Egy kórus találkozón, amikor énekelnek a kórusok, akkor azt látom, hogy mindenki úgy énekel, hogy úgy magával ragad mindenkit, hogy úgy szívvel, lélekkel. És azok, akik hallgatják a kórust, azok úgy átérzik, átélik azt, amiről a kórus énekel. Itt a Isten tisztelet, vagy a kórus találkozó előtt volt néhány perc, amikor már bejöttem, és még tartott a próba, és hogy figyeltem a kórust, és hogy láttam az arcokat, hogy milyen örömmel énekelnek az emberek. Az úgy magával ragadott, és én bennem is ott volt az az öröm, és úgy arra gondoltam, hogy milyen rossz lesz itt hátul ülni, a kórus háta mögött, és nem látom a kórusnak az arcait. És úgy kikandikáltam így az emberek között, és úgy néztem azokat, akik ülnek ott a sorokban, és azt láttam, hogy néhány emberen úgy lehet látni, hogy magával ragadta az, ahogyan a kórus szolgál, hogy együtt énekeltek a kórussal, lehet nem engedték ki úgy a hangjukat, de lehetett látni a szájukon, hogy ők is mondják a szöveget, és átélik azt, amitről a kórus énekel. Na, pont erről van szó, hogy a Zsoltárok könyve 34. fejezetében erről beszél a Zsoltár író, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Hogy tapasztaljátok meg, éljétek át a hétköznapokban, hogy mennyi sok szépet és jót kapunk az Úrtól. Mert sokszor olyan dolgok történnek velünk, amiről úgy nem gondolkozunk. Az elmúlt napokban itt voltam már Balaton Lellén, folyt a felújítás, ilyen új WC-k épülnek a főépületben. Egyszer úgy észrevettük, hogy berepülnek a fecskék, kirepülnek, egyre többet járnak ki be az épületbe, és hát sok ilyen szemetet hagynak maguk után. Valaki egyszer azt mondta, csukjuk már be az ajtót, ne jöjjenek be, mert aztán nem győzünk takarítani. Becsuktuk az ajtót, aztán azt vettük észre, hogy megint bent vannak a fecskék, hát ugye azt elfelejtettük, hogy az ablak ki van szedve, mert átépítés van, úgyhogy hiába csuktuk be az ajtót, mert bejöttek az ablakon. Csak azt nem értettük, hogy miért ragaszkodnak annyira ehhez az épülethez, ezek a jönnek, mennek, és egyszer csak valaki megjegyezte, hogy ja, voltam fent az emeleten, és a fecskék odaépítettek egy fészket az egyik kép keretre. És hát ezért jönnek, mennek. Napok óta. Mi történt? Mi el vagyunk foglalva a mi kis építkezésünkkel, észrevesszük azt, hogy fecskék jönnek, mennek, de azt, hogy micsoda építkezés folyik még abban az épületben, ahol vagyunk, azt már nem vesszük észre. Nem értjük, hogy miért jönnek, mennek a fecskék. És hány olyan dolog van még az életben, ami úgy történik körülöttünk, talán egy pillanatra felfigyelünk, de megyünk tovább. És valahogy sokszor a Jóisten tetteivel kapcsolatban is így vagyunk, hogy olyan jó az Úr, és ezt elmondjuk bárkinek, aki megkérdez bennünket, de hát ez olyan természetes dolog. És nem gondoljuk át, hogy mennyi sok szép és jó dolog történik velünk, ami az Úrtól van. Nem gondoljuk át, hogy mennyire fontos az, hogy ez a jóság, ami az Úrtól származik, ez át kell, hogy ragadjon ránk is, akkor, hogyha nem csak ilyen mereven, közömbösen éljük az életünket, hanem átgondoljuk, átérezzük, meglátjuk azt, hogy konkrétan miben is jó az Úr, és mit tett velünk ezekben a napokban. Mert hogyha ezeket átéljük, hogyha ez tényleg megragad bennünk, akkor valahogy ahhoz tudom hasonlítani, hogy ahogyan átragad a kórus lelkesedése azokra, akik hallgatják a kórust, a kórusnak a szolgálatát, és ők is olyan lelkesen énekelnek a kórussal együtt, ugyanígy az Úrnak a jósága átragadhat ránk, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy az Isten képmására teremtette Isten az embert, saját képmására. Isten képmására vagyunk teremtve, bennünk is valahol ott van ez a jóság, bár ugye a bűn megrontott bennünket, de azért gondoljuk csak el, hogy
Mi a Szentléleknek a munkája? Mit akar bennünk munkálni? Visszaállítani ezt a képmást. És amikor azt mondja, hogy az Isten ad különböző olyan csodákat az életünkben, hogy megváltozik az életünk, és a Szentlélek gyümölcse terem, vagy gyümölcsei teremnek bennünk, akkor közte ott van a jóság. De ha az Istennek a jóságát mi nem látjuk meg, nem érezzük meg, nem figyelünk oda arra, hogy az Úr mit tesz velünk az életünkben, mennyi sok olyan apró dolog történik, sőt, mennyi nagy dolog történik, ami valójában mind-mind az Úrnak köszönhető. Hogyha ezekre nem figyelünk oda, akkor hogyan várható, hogy bennünk is a másik ember felé valamiféle jóság legyen? Emlékszem, hogy már olyan nagyobbacska gyermek voltam, és az utcánkban lakott két ember, akik rendkívüli módon gyűlölték egymást. Mindig mesélték ott, vagy beszélték a szomszédok, hogy jaj, hallottad, már nem is köszönnek egymásnak, már átmegy a túloldalra, jön vele szembe, mert annyira gyűlölik egymást. És ez éveken keresztül ment ez a gyűlölködés, és úgy mindenki találgatta ott az utcában, hogy vajon miért gyűlölhetik ennyire egymást, ki mit tett a másikkal. Aztán történt az egyik napon, hogy éppen ment haza az egyikőjük a két gyűlölködő fél közül, és amikor ment haza, akkor meghallotta, hogy abba a házba, ahol a gyűlölt ember lakik, valamiféle kiabálás, ilyen segélykiáltás hangzik. Egy pillanatra megállt, megnézte, hogy nyitva van-e az ajtó, bement és látta, hogy az az ember, akit ő annyira gyűlöl egyébként, az elesett az udvarban, és nincs senki, aki segítsen rajta. Azonnal ott az utcán lepakolt mindent, és a segítségére sietett. És hát ahogy később kiderült, ugye ő hívott mentőt, ahogy a később kiderült, hogyha néhány percen belül nem érkezik meg a segítség, akkor valószínűleg meg is halt volna ez a szomszéd. Ez egy olyan esemény volt, hogy attól a perctől kezdve nagyon jó barátok lettek. Hálásak voltak egymásnak, örülni tudtak egymásnak, állandóan látogatták egymást, mert valami csoda történt. Valami olyan dolog történt, hogy az egyik ember jó volt a másikhoz. És utána nagyon sokat beszélgettek arról, hogy miért is gyűlöltük mi egymást? Miért voltunk mi ennyire ellenségei egymásnak? Hát talán lehet így mondani, hogy megszokásból. Megszokásból, mert nem figyeltünk arra, hogy mi tudnánk a másikon segíteni. Hogyha odafigyelünk egy kicsit egymásra, odafigyelünk arra, hogy mennyi sok szép és jó dolog történik velünk, amit mind-mind a jó Istennek köszönhetünk. Ha érezzük és látjuk, hogy jó az Úr, akkor teljesen mássá válhat az életünk. Mennyivel másabb az az ember, aki tud örülni, aki boldog tud lenni, mint az az ember, aki mindig csak rosszat mond a másikra, aki mindig csak a hibát látja meg a másikba. El tudunk képzelni egy olyan embert, hogy mindig mondja a másiknak a hibáit, és akkor olyan mosolyogva, vidáman él. Nem, szomorú, ő is bosszús, az arcán is lehet látni, hogy nem egy ilyen vidám, jókedvű ember, hogy messze van tőle az, amit Pál apostol kér a Filippi beli levélben, hogy örüljetek, mindenkor örüljetek az Úrban. Az én szívem vágya az, hogy mindannyian érezzük és lássuk meg azt, hogy milyen jó az Úr, hogy milyen csodálatos a mi teremtő és gondviselő Istenünk, és mennyi sok szépet és jót kapunk, és fejezzük ki a mi hálánkat akkor is, amikor imádkozunk, akkor is, amikor énekelünk, és akkor is, amikor a hétköznapok során esetleg lehetőségünk adódik, hogy mi magunk is a saját jóságunkat ki tudjuk mutatni a másik ember irányába. Ehhez adjon nekünk az Úr erőt és bölcsességet. Amen. Thank you.
Maga pedig a békességnek ura adjon néktek mindenkor, minden tekintetben békességet, az Úr legyen mindjájatokkal. Amen.